az ország legrégebben alapított botanikus kertje, 3,5 hektáron, egy óriási park Budapest közepén, egy zöld sziget. 10 perc sétányira vagyunk a klinikák metró megállótól, és természetesen, amiről mindenkinek eszébe jut, az a vízben álló nemecsek és a Pál utcai fiúk. A japán cseresznyefák ugye már elvirágoztak, de az üvegházakban egész évben izgalmas növényrengeteg várja a látogatókat, és itt találhatóak például a hatalmas tavirózsák, amik akár egy felnőtt nő súlyát is elbírják. Az ELTE fűvészkertet a legutolsó időkig, 2008-ig botanikus kertnek hívták, a szó latin megfelelője nyomán. A fűvészkert az pedig egy nyelvújításkori változat, és az elterjedését természetesen a Pál utcai fiúknak és Molnár Ferencnek köszönheti. A fűvészkert az Eötvös Loránd Tudományegyetem különleges egysége Józsefvárosban, az Illés utca 25 szám alatt működik. Így az őse is az egyetem Nagyszombatról Budára, majd Pestre költözésével került némi vándorlás után 1847-től a jelenlegi helyére. Előtte fénykornak számított, amikor 1807-től 10 évig Kittaibe Pál volt a vezetője, az ő idejében költözött a kert előző helyére, mint az ELTE mai múzeumkörúti épület együttese az Astoriánál. A mai kert egyik legfőbb nevezetessége a Viktória ház, az egyik első és sokáig legnagyobb magyarországi üvegház. Itt van a hatalmas kaktuszgyűjtemény, az orchidea gyűjtemény, és ennek csatolt része az Ausztrál ház, ahol az ausztrál mediterrán tájaknak a több száz növényét mutatják be, és átmegyünk a üvegház másik végébe, ahol a nemecsek Ernő mellett az óriási tavirózsák, amazonasz és paraguai tavirózsák is lennének, de most éppen nincsenek. És akkor Pál utcaizzunk. A fűvészkert eredetileg a vörösingesek játszó területe volt, akkor a regény megírásának idején is sokkal nagyobb területen helyezkedett el, így aztán remek helyszínnek bizonyult mindenféle játékokra, labdázásokra, einstandokra. A nevezetes tó is sokkal nagyobb volt, és természetes tó volt, közepén szigettel és műromokkal. A fűvészkertet az Üllői út felől kőfal és nagy kapu védte, de a Ludovika felé végig fapalánk futott. Aztán, ahogy Budapest látványos fejlődésnek indult, a zöldövezet külső Józsefvárost is elérte a városiasodás. A kert egyre kisebb lett, területének kétharmadát fokozatosan elvették a klinikák kiépítéséhez, bővítéséhez. A fűvészkert őrének a háza egyébként, amit Bokáék emlegetnek, még ma is ott áll a klinikák metroállomással szemben, de a tavat is feltöltötték az építkezések miatt. Ezért áll a nemecsek szobra az üvegház medencéjében. Pontosabban ül, vagy bújik, mert a szobrász, aki nem más volt, mint Dzsigó András, keramikus, csak egy deréktől fölfelé ábrázolta. Elvileg, hogyha nem lennének itt a növények, akkor a vízben tükröződne. Egyébként a szobor az meglehetősen hasonlít az 1969-es film főszereplőjére, az amerikai Anthony Kempre, aki ma egyébként olyan jó 70 éves lehet. És a túloldalon vannak egyébként azok a bizonyos emlegetett amazonasz és paraguai óriás tavirózsák, amik akár egy gyereket is elbírnának. Most nincsenek, most egy darab, hát tulajdonképpen az is tavirózsa az, ami ott virágzik. De hogy került a fűvészkert a Józsefvárosba? A város szélén valaha az Orci kert, az Orci bárók birtoka volt, a 18. század végi Pest legnagyobb és legszebb angol kertje. Itt egyébként 1815-ben a három győztes európai uralkodó Első Ferenc, Első Sándor oroszcár és Frigyes Vilmos porosz király is jár. Aztán itt épült fel a Ludovika, azaz a katonai akadémia, így a nyilvános park, kert, egyre kisebb lett, a fennmaradt rész vált később
a mai fűvészkert területévé. És hogyan? Itt is a reformkor nagy modernizálójának, József Nádornak a neve bukkan föl. Az ő kezdeményezésére vásárolták meg 1847-ben az akkor már festett is birtokot a botanikus kert számára, és akkor épült fel Pollák Mihály tervei szerint, pontosabban átépítették a volt várkastélyt, átépítették és bővítették, és ez lett a kert központi épülete. És itt működik mai helyén 1864-65 óta a fűvészkert. Akkor építették fel a ma is álló pálmaházat is. Szintén ekkor készültek el a kertben ma is látható emlékoszlopok. Egy apró kis váratlan meglepetés is itt a fűvészkertben. A vadászkastély központi épület falán van egy emléktábla, ami szerint ebből a házból hurcolták el 1944. november 23-án Bajcsi Zsilinszky Endrét. Az ELTE fűvészkert 1960 óta országos jelentőségű természetvédelmi terület, és a videónknak apropója is van, nevezetesen, hogy az építészfórum június 2-án és 3-án itt tartja majd az építészfesztivált. Lesz szakmai konferencia, kerekasztal beszélgetések, és természetesen több vezetés is a kertben, a szabadban, és akit érdekel és eljön, akkor azt megnézheti teljes pompájában, amit most mi kicsiben megmutattunk. Támogass minket a Patreonon! Torma Tamás vagyok, és ez itt az Egy Hely. Ezt a videósorozatot 2 éve kezdtük el az építészfórummal közösen, és azóta több százezren néztétek meg. Helyek, épületek, terek, mindegyik videóban egy különleges helyszínre megyünk, kívül és belül, mikrotörténetekkel, és az időben ide-oda ugrálva. Ahhoz, hogy folytathassuk ezt a sorozatot, a támogatásotokat szeretnénk kérni. Támogass bennünket a Patreonon, és tuti, hogy akkor folytathatjuk.